Egymás mellett sorakoznak a szemetes kukák bátyja egyik utcáján. A polgármester elmondása alapján hetente jár a 110 literes edényeket ürítő járat, két hetente pedig a szelektíven gyűjtött hulladékokat is elszállítják. Havonta egyszer a zöld hulladék elvitele is biztosított, mely mellett mindezen felül minden bátyai lakosnak lehetősége van arra, hogy telefonhívásra házhoz jövő lomtalanítást kérjen. Azonban mindennek ellenére vannak, akik az illegális módját választják a hulladék elhelyezésének, így a határban vagy az utcákon szórják szét megunt dolgaikat, ezzel jelentősen károsítva a környezetet. Bátyán semmivel nincs több szemetelő, szemétlerakás, mint más településeken. Nyilvánvalóan minden településnek ezzel a problémával szembe kell nézni, és ezt meg kell oldani. Elkezdtük a falu környezetének a rendbetételét. Szeretnénk megtisztítani területeket pontosan azért, hogy a tisztán tartott területek legalább visszariasszák azokat a notórius szemétlerakókat, akik erre nem fordítanak kellő igényt. Mely mellett szemtanúkat is keresnek most. A település első embere ugyanis arra biztat mindenkit, ha ilyen esetet látnak, ne féljenek szóvá tenni, vagy úgymond jelenteni azt. Fekete Csaba kiemelte, nem csupán a falubeli lakosok rombolják így módon a környezetet. A bátyai határban több helyen találkoztunk vidékiek által csak oda leborított szeméttel, és ugye most egy médiában látható mintára mi is megtehetnénk azt, hogy bedobáljuk az udvarába vissza a szemetet. Én azt gondolom, hogy ezt azért óvatosan kell kezelni, nem föltétlen, ha találunk egy szetit, nem föltétlen azért az a szemét, de ezt fejbe kell eldönteni, és ami még nagyon fontos, ne szégyeljenek a lakosok egymásnak szólni, ha ilyet tapasztalnak. Az önkormányzat nem lehet ott mindenhol. Igenis rászólunk a falubelinkre, vagy az idegenre, hogy ez nem odavaló. A településen jelenleg is fut a LIFE projekt, mely a vízmegtartás mellett a környezetvédelemre helyez nagy hangsúlyt. Ennek keretében záportározó halastó került kialakításra. A projekt fontos eleme a környezetvédelmi szemlélet formálás, mely az illegális szemetelés visszaszorításában is nagy segítséget jelenthet. Ha más nem is látnak benne, és nem jut el a vízmegtartás problémájáig, akkor csak azt látja, hogy megújult egy terület. Tehát ami eddig egy elhanyagolt, lápos, mocsaras, gondozatlan rész volt, az helyre lett hozva. Ugyanúgy vissza fog az kerülni a természet kezelésébe jó részt, de mégis egy másfajta formába. Tehát ott azért most szerkezetileg, ahogy ki lett alakítva, én nagy potenciát látok benne. Június végével a röngbútorok és a fahíd is kihelyezésre kerül a tóhoz. Jelenleg már a füvesítés zajlik. Bátya polgármestere bízik abban, hogy a szépen megtisztított területek eltántorítják majd az illegális szemetelőket.